itt lenni ismét Bösztörpusztán, mert ebben a széteső világban itt tapasztalását szerezheti az ember annak, hogy él nemzet a hazánk, és élni fog a világ végezetéig. Ez a hónap a korona hónapja. Ez a hónap a kenyér hónapja. Ez a hónap a király hónapja. A Magyar Szent Korona égből szállott alá, krónikus emlékezetünk szerint, krónikás emlékezetünk szerint, és a Magyar Szent Korona túlmutatva önmagán eredendő gondolkodásunkba, a közénk született Isten a testesült szeretetet Jézus idézi meg. A Magyar Szent Korona volt ennek a hazának, ennek a drága hazának legfőbb közívű méltósága, és a szívünkben, lelkünkben helyreáll az ő tisztelete, akkor marad a világ végezetéig, és nem csak nekünk magyaroknak hozza örömünket, hanem a világ valamennyi népének. A kenyér hasonlóképpen, mint a Magyar Szent Korona, a közénk született Istenre, Jézusra utal. Amikor én iskolás gyermek voltam, véletlen leesett egy falat kenyér a földre, azt föl kellett vennünk, meg kellett csókolnunk, mert abban Jézus lakik. A búza kenyér, a búza ugyancsak a napra utal, a nap pedig eredendő gondolkodásunkban ugyancsak a közénk született Isten Jézust idézi meg. Nem véletlen az, hogy bennünket, régi gyerekeket még otthon és az iskolában neveltek is. Nem véletlen az, hogy ebben a nevelésben öregapánk vagy apánk megmutatta nekünk a búzaszemet, rajta Jézus képét. Igen, minden búzaszemen rajta Jézus képe. Minden búzaszemben benne van az ő szerető hatalmas ereje, és benne van ez a búzából sült kenyérben is. Ez a hónap a király hónapja. A király hónapja és a királynő hónapja, hiszen Szent István királyunkra is néhány nap múlva emlékeznünk kell, hiszen Szent István királlyal együtt emlékeznünk kell ennek a hazának örökös királynő asszonyára, a boldogságos Szűz Máriára, ami örökös boldogasszonyunkra. Szent István ezen a napon, jó néhány szél évvel ezelőtt, amikor halála utolsó, halál előtti élete utolsó napja érkezett, akkor a Magyar Szent Koronát, amely évből szállott alá, fölajánlotta Szűz Máriának, ami örök boldogasszonyunknak, és ezzel ő nem csak patrónája ennek a hazának, hanem örökös királynő asszonya. Igen, ez a korona a kenyér és a király hónapja. Ennek a hazának örökös királya, trónjáról lenem taszítható királya, a közénk született Isten, a testesült szeretett Jézus. Ennek a hazának örökös trónjáról lenem taszítható királynő asszonya, ami boldog asszonyunk, az Isten szülasszony, boldogságos Szűz Mária. Boldog vagy te nép, akinek ilyen királya, ilyen királynője adatik. Boldog vagy, és Isten királyság okán a lehető legnagyobb feladatot bízta ránk, megvalósítani egy gyűlölködő, sátáni világban a szeretetnek az államát. Ehhez egyetlen egy dolog. Szükséges csupán, hogy elcsöndesedjük, hogy megérezzük lelkünk közepén, megérezzük szívünkben Jézus és boldogasszony uralmát. Isten áldja meg a magyar, tartsa meg a még a földtag. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert.